A következő kísérletben a vízmolekulák polárisságát szeretnénk igazolni. A vízmolekulákban hidrogén és oxigén atomok találhatóak, közöttük poláris kovalens kötés van. A poláris kovalens kötés még nem lenne elegendő ahhoz, hogy a vízmolekulák is polárisak legyenek, de bennük a töltések nem szimmetrikusan oszlanak meg, ezért a vízmolekula kifelé töltést mutat. Ezt fogjuk igazolni, mégpedig egy vonalzó segítségével. A vonalzót, műanyag vonalzót feldörzsöljük műszálas anyaggal. Ezáltal a vonalzó negatív töltést kap, és ezzel a töltéssel rendelkező térben megvizsgáljuk, hogy hogyan viselkednek a víz molekulái. Ha a büretta csapját megnyitom, akkor nagyon vékony sugárban folyik a víz, és ha a vonalzót közelítem, akkor a víz sugár eltérülhet az útjából. Azaz vízhajlítást vittünk véghez. A kísérlet otthon is elvégezhető, ugyanígy vonalzó szükséges hozzá, és a víz csapot, ha nagyon vékony sugárban nyitjuk meg, akkor ugyanezt a hatást el tudjuk érni.